Ismét Salgótarjánba látogatott dr. Újhelyi István, Európa parlamenti képviselő, aki itt tartózkodását a járókelőhölgyek nőnapi köszöntésével kezdte a városközpontban. A képviselő ezt követően közös fórumon vett részt a polgármesterrel a városházán, ahol szóba került, hogy az előző uniós költségvetési ciklusban 25,4 milliárd euró, most viszont csak 20,7 milliárd euró támogatást sikerült kiharcolni hazánk számára. Így különösen fontos, hogy ezt a fejlesztési forrást a lehető leghasznosabban költsük el. Az Unió a pénzek elosztásánál figyelembe vette egyes települések, térségek jelenlegi helyzetét is. Annak idén, amikor én fejlesztésekért is felelős államtitkár voltam a szoci kormányokban, akkor is jártam Tarjánban, és tudom, hogy mennyit küzdöttünk azon, hogy valahogy fel lehessen emelni a térséget. Valami történjen ebből az elképesztő szituációból, ami az ipar leépülésével következett. Most megnéztem az adatokat, hogy ebben az időszakban több mint 16 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett Tarjánba, ami Európai Uniós hátterű fejlesztés, tehát ez az uniós állampolgárok pénze. Ezért olyan mutatókat alakítottunk ki közösen az Európai Unióval, ami oda próbál több pénzt adni, ahol nagyobb az elesettség, ahol több támogatást kell megéljen az a térség. Így miközben elszomorító, hogy Tarján most milyen helyzetben van, ehhez képest az új európai fejlesztési ciklusban pontosan az unió céljainak megfelelően főre tekintve több forráshoz jut Salgótarján, mint mondjuk a leggazdagabb térségek, vagy mondjuk mint a budapesti állampolgárok. Van, aki ezt igazságtalannak tartja, én viszont ezt tartom igazságosnak, mert nekünk oda kell többet adni, ahol egészen biztos, hogy jobban rászorul a térség is, meg az egyes családok is. Egyébként az európai baloldal, az én pártom, az Európai Szocialista Párt, az, amelyik elképesztő energiával veri az asztalt Brüsszelben, hogy az elmúlt hosszú évtizedek után az Európai Uniónak végre a munkahelyteremtés és a szociális kérdések felé kell fordulnia, ahogy mi mondjuk az emberbe kell tudni befektetni. Iskolázás, munkahelyteremtés, egészségügyi intézmények, ezen kell, hogy legyen a fő hangsúly a következő években, mert nagyon nagy gondok vannak, és nem csak Tarjánban, hanem Európa nagy részén. Én pedig hiszek abban, hogy ezt Európa meg kell, hogy tudja oldani.